A szertartás ezekben a percekben is tart. Szombathelyen van Frauenhofer Márta, hozzá kapcsolunk most. Szervusz Márta, mi történik most, és mivel folytatódik a ceremónia? Jó napot kívánok, szervusz! Ahogy az imént is elhangzott, néhány perccel ezelőtt fejezte be szentbeszédét Erdő Péter bíboros Budapest esztergomi érsek. Az is elhangzott már a híradóban, hogy ő arra kérte az itt jelenlévő kispapokat és minisztránsokat, hogy viseljék és emlékezzenek Brenner Jánosra, alapítsanak baráti köröket, és így emlékezzenek az egyház mártírjára. Ezekben a percekben imádságok hangoznak el, várhatóan a Szent Mise egy óráig tart itt a emlékmű dombon Szombathelyen, ahol több mint 15 000 hívő gyűlt össze, és valamennyien Brenner Jánosra, a boldoggá avatott Brenner Jánosra emlékeznek. 14 órától bemutatnak itt Szombathelyen egy zenés drámajátékot a Jó Pásztor címmel, ez Brenner János életét mutatja be. Majd pedig itt az ünnepség 16 órakor zárul Székely János megyés püspök litániájával. Ezt követően Szent Gotthárdon is megemlékezés kezdődik. Ott elsőként gyalogos zarándoklatot tesznek a hívők a Jó Pásztor kápolnáig, és ott emlékeznek Brenner Jánosra. Brenner János egyébként 1955-ben szentelték pappá, és 1957-ben ölték meg, máig tisztázatlan körülmények között. Boldog avatását 2017. november 8-án engedélyezte Ferenc pápa, a mai napon pedig meg is történt itt Szombathelyen ez a megemlékezés, ez a ceremónia. Frauenhofer Mártát kapcsoltuk, köszönjük szépen!